Mint egy millió dollárért átszemítva több mint 800 millió forintért vásárolt állomvillát a magyar dollár baloldal főnöke, erről írt a Metropol című újság. Alapkeddi cikke szerint az amerikai milliárdosok egyik kedvenc Connecticutban vásárolta meg a luxus ingatlant Korányi Dávid. Karácsony Gergely tanácsadója volt az is, akinek közvetítésével csak nem milliárd forint támogatás érkezett az Egyesült Államokból a baloldal kampányába. Közel 2 millió dollár érzvet magának állombillát a magyar dollár baloldal főnöke, értesült a Metropol. A lapkeddi beszámolója szerint az amerikai milliárdosok és a soros birodalom egyik kedvenc helyén New Yorktól autóval alig 50 percre Connecticut-ben vásárolt magának álomvillát Korányi Dávid. Az év végéig um megszüntetjük a és Korányi Dávid a legutóbbi időkig havi csak nem egy millió forintért volt Karácsony egyik homofiszos főtanácsadója New Yorkból. Az elmúlt hetekben azonban kiderült róla, hogy közvetlen közelről irányíthatta a baloldal legutóbbi választási kampányát Amerikából akkor lényegében az ön által fémjelzett mozgalom kapott pénzt Amerikában. Hát én ezt most öntől hallom, de ezek, ezek szerint akkor így van. Előbb a főpolgármester 99 mozgalmát, később pedig a Márkizai Péter által alapított Mindenki Magyarországa mozgalmát pénzelte. Még júniusban is érkezett az Action for democracy több mint 400 millió forint. Az Action for Democracy nevű amerikai civil szervezet ismeretlen adományozóktól 1 milliárd 800 millió forintot juttatott Márkizai Péter mozgalmának. A szervezet azóta kiderült, hogy áprilisban alapították, ügyvezetője pedig a magát szürke eminenciásnak nevező Korányi Dávid. Elkezdtük stratégiai szövetségek építését. A Metropol Korányi politikai elköteleződéséről fotókat is közöl. Ezeken a lap szerint az látszik, ahogy a New Yorkban élő háttérember baloldali kampányrendezvényeken vesz részt. De köztudott, Bajnai Gordon segítője is volt, majd pedig a volt balliberális miniszterelnök kormányában kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkári tisztséget is betöltött. Tavaly a Telexnek adott nyilatkozatából kiderült, hogy Korányi Dávidnak ennél nagyobb tervei is voltak. Külügyminiszteri babérokra tört egy esetleges Karácsony Gergely vezette kormányban. A a baloldal fontos háttéremberéről most azt írja, míg korábban egy New Yorki luxuslakásban lakott, legutóbb már egy élhetőbb, tisztább levegői villára vágyott. Így eshetett a választása a ami az Egyesült Államokon belül a Soros birodalom egyik központjának számít alap lap megjegyzi, van itt dollármilliárdokat mozgató kirendeltsége a Soros Fundnak, a spekuláns legnagyobb kockázati tőke alapjának, ami mostanában leginkább az európai energiaválság vámszedőjeként a gáziparba fektet be. Korábban itt rendezkedett be egy hatalmas birtokon Soros György stratégiai főnöke, Stanley Drakenmiller is, akivel a szakértők szerint együtt küldték padlóra az angol fontot. A Metropol beszédesnek nevezi, hogy Connecticutben található az a két irányítószám, ahonnan évről évre a legtöbb adóbevételt regisztrálja az USA adóhivatala. A lap végezetül további fotókat is közöl Korányi Dávid leendő luxusvillájáról, akit a magyar dollárbaloldal vezetőjeként Soros György rezidenseként emleget.